Szentendrén az Offline Centerben élő dicsőítő alkalom, a van a mozgalom szolgál, élő lemezfelvétel lesz. Én is részese vagyok a van a mozgalomnak, nem a hangommal, nem a zeneeszközeimmel, a szívemmel és az imáimmal. Ott vagyok a közbenjáró csoportban, és imádkozom, és harcolok, és kérem, hogy az úr ereje kiáradjon, hogy betöltsön, hogy nyilvánvalóvá legyen az ő jelenléte. Az elmúlt napokban részese lehettem én is a próbáknak, és amikor imádkoztam és közben jártam, hallgattam az imádatot, az Úr dicséretét, és megérintett Isten jelenléte, betöltött az ő szelleme. És úgy éreztem, hogy, hogy úgy, ahogy én bátorítást kaptam rajtatok keresztül az Úrtól, én is szeretnélek titeket bátorítani. Pál a római levél első részében azt mondja, hogy hálát adok Istennek, istennek Jézus Krisztus általati hitetekért. És azt mondja 11-es versben hogy adni akarok nektek a kegyelmi ajándékokat. És a 12. versből kiderül, hogy miről is van szó. Azt mondja Pál, hogy együtt bátorodjunk meg az én hitem által és a ti hitetek által. Hát ez van az én szívemben, hogy úgy, ahogy én erőt, bátorságot, örömet, tüzet kaptam a ti dicséretetek által, így imádkozom, hogy Isten jelenlétet töltse be az életeteket. És azért imádkozom, a próbák alkalmával, és majd a keddi alkalmon is ott leszek, fölemelem a szívemet, fölemelem a kezemet, és imádkozom, hogy Istennek drága jelenléte kijeladjon, betöltsön valamennyünket, hogy együtt bátorodjunk meg egymás hite által, a tietek által és az enyém által, és hogy felemeljük Jézus nevét, mert ő a királyok királya és uraknak ura, Jézus hatalmas nevében. Amen!